Neked nincsenek terveid, mondja nekem. A szerelmem, mondja, üzletember jóval fiatalabb nálam. De hát most meséltem neked az új regényemről, amibe belekezdtem, feleltem. És, kérdez vissza, az nem terv. Mi egyéb terve lehet egy írónak? Néztem rá megütközve. És megint éreztem a koponyámon belül az ütéseket, aztán a szívem hevesek dobogását, a szorítást a tüdőmben. Életmátrix. Az apám minden születésnapomon felrajzolja, törtek be a mondatok. 5 év múlva már nem itt akarok tartani. A ház, a nyaraló, a család, az ez, meg az az. És újabb szavak, hogy idő, meg egyensúly, munka és pihenés között határidők. Kaptam tőle egy füzetet. Ebbe felírhatod és rendszerezheted a dolgaidat. Nem írtam a füzetbe semmit. Nagyon máshol tartunk, mondja. Nem tartok sehol. Az évek puszta számok, annyi idős vagy, amennyinek érzed magad. Ezt mindig 40-es, 50-es magányos nők mondják. A sehány éves kislányt lapozgatjuk kislányként Zsófival, az unokatesommal. Most is sehány éves vagyok, nem kelek ki napokig az ágyból, a paplan a fejemen, a lakás méhe, úszkálok a semmiben, és nem is akarok tovább látni. 20 év múlva az ifjú vándor megpihen, énekli anyám egy újabb alkalmi kompánia élén. Mindenki részeg, nekik ez a lebegés, gicses dalok, de a könnyeik valódiak. Mi gyerekek csak nevetünk rajtuk, és 20 év múlva ők már mind halottak, de ezt akkor még nem tudjuk, se én, se a húgom. Alig múltak 30 évesek, mire vártak? Én megírtam őket, nem pihentek bennem, és vajon azzal is mire mentek? Néztük a rendszerváltást a tévében, anya remegett, mert katona volt, apa remegett, de ő már talán a sok ital miatt. Soha nem volt jövő ebben a családban. Hogy ezt kaptam tőlük, ajándék vagy átok? Aki tudja, meg nem mondja, hogy kell élni. Lehessen remélni. Nemrég egy olyan műsorban voltam, ahol előbb 20, majd 40 évvel öregítettek meg. Amikor a maszkot levették, majdnem megfulladtam, gipsz, kopognak rajta, végig beszéltek hozzám, meg ne bolonduljak. Végig beszélem az életem, de nem mindig hallom, ahogy a külvilág bekopog. Játszunk, mondta a stáb, mi lesz 20 év múlva, mi 40 év múlva. Halott leszek, remélem, ez van bennem, de a sót, ahogy szoktam, végigcsinálom. Látom magam lehetséges élőként, nevetek. A műsor végén vár a szerelmem egy nagy csokor virággal. Ha már elpusztul a világ, legyen a sírjára virág. Egy reménytelen helyen élek. Nem csak az ország ilyen. Fogy a víz, a levegő. Alig van sarok, ahova szorulhatnék. Nem hiszek abban, hogy majd a művek. Ami pár éve még szenzáció volt, annak ma már az írójára sem emlékszünk. Árulások, cserbenhagyások, kiszerűségek, alig tudok valakinek a szemébe nézni. Tanácstalan, jövőtlen macska szem, írtam annak idején. Cicuskám, így hív az üzletember. Belegömbölyödöm a semmibe.